Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban megnézzük azt, hogy milyen lenne a Minecraft akkor, hogyha minden épület brutálisan OP lenne. Hogyha még nem lennél feliratkozva, akkor mindenféleképpen csapass meg azt a nagy piros gombot, illetve... TikTokra is feltettem egy videót, amit elég sokan megnéztetek, és be is követtetek, szóval csekkoljátok a leírásban a TikTok fiókomat is, és kövessetek be ott is. Na szóval, akkor mutatnám is, hogy miről is van szó. Nyilván tudjátok az, hogy a per locate parancsal a leges megtalálni ezeket az építményeket, így a Minecrafton belül, úgyhogy én is ezt fogom tenni. Locate, és mondjuk az első legyen a Desert Pyramid. 1400 blokkra van konkrétan tőlünk. És hogyha ide jövünk, akkor látjuk is, hogy nem akárhogyan néz ki ez a piramis. Ugye hát az alapból sandstone szokott lenni, most pedig vas, arany, illetve gyémánt blokkok vannak benne, illetve itt van egy netherite blokk is így a közepén. Természetesen, hogyha leesünk, akkor ugyanúgy fel tudunk vele robbanni, ugyanis itt vannak alul a tnt -k. viszont ha ládákat kinyitjuk, akkor nem ilyen csontok, rotten meg ilyenek lesznek benne, hanem OP cucok. Itt is van egy netherite, van itt egy netherite cipő is. Amit hogyha megnézzük, akkor látjuk, hogy mennyire durván OP. Ezzel meghalnék kb. lehetetlen. Illetve kapunk egy strengths 5-ös potit is. És hogyha itt körbenézzünk a ládákba, akkor látjátok, hogy csak is kizárólag ilyen brutálisan OP cuccokat kapunk. Vég fogunk menni néhány ilyen structure és akkor megmutatom nektek, hogy igazából azok hogyan fognak kinézni, és milyen cuccokra számíthatunk belőlük. Még emeraldot is kapunk, meg csomó elitrát, tehát igazából csak ezeket a structure kell megtalálni, és onnantól kezdve a Minecraft gyerekjáték lesz bárki számára. Nyilván jobb lenne, hogyha ilyenkor ezekből kevesebb lenne, így a generálás során, tehát hogy nyilván még jobban értékesebb legyen ez az egész. Na de mindegy, haladjunk is tovább az egyik személyes kedvencemhez, a Mansion-höz. 12 ezer blokknyira van innen. Ezt mondjuk nem mondanám olyan túl akkor épületnek. Na mindegy, menjünk is szépen ide. És hogyha kijövünk, akkor látjátok, hogy hogy néz ki. Fullosan, netherite blokkokból, illetve diamant blokkokból van kirakva a külseje. Tehát szerintem azért messziről is eléggé feltűnő az egész épület. És hogyha bemegyünk, akkor természetesen ott vannak azok a mobok, akiknek alapvetően ugye itt kell lenni. A padló aranyból van, nyilván a, a sötétség valamilyen szinten ugyanúgy megvan. Itt van a Vindicator is, és természetesen itt is lehet ugyanúgy király itemekre szert tenni, csak meg kell találnom a ládát. Például itt van egy láda, és látjátok, ebben is nagyon OP cuccok vannak. Meg hát igazából az egész hely full OP. Ajajaj, ajaj, ti ott mit csináltok, haver? Természetesen én is meg lehet szerezni a Totem of Undyingot, de nem tudom, hogy van-e olyan túlzottan sok értelme. Igazából én csak a Netherite blokkokat fognám, kiszedném, aztán haladnék el innen. Mert hogy egyébként minden más totemet, stb. meg tudunk kapni, úgy is, hogy nem kell harcoljunk, csak meg kell találjuk az épületet. Haladjunk is akkor egy nagyon kis cuki épülethez, ami nem más lesz, mint az igloo. Ez 4600 blokkra van innen, hoho, -ho! és igen. Ez is gyémántal van körbevéve, Nyilván a jegek megmaradtak, meg így az alap dolgok benne. És hát itt van, azt hiszem, így is van, a lejáró. Hát sajnos itt az oldalát azt nem alakították át, nem tudni, hogy miért. De azért lehet, hogy itt is jobb lett volna, hogyha a Ned van körbevéve. És természetesen hát itt is fogad minket egy láda, meg ugyanúgy ezek a villagerök. Na ez viszont tömve van. A többi láda az azért nem volt ennyire tömve, de ez már elég brutálisan maxon van. És hát itt a totem a fandáink, tehát nem kell nekünk a mansion, hogyha innen is ki tudjuk szedni. Azért egy elég brutális szettet össze lehet rakni ezekkel, az teljesen biztos. Menjünk a pillager outposthoz, ami ki nem találnátok, hogy hogy néz ki. Így. Itt még bedrock is van konkrétan, hogy el se lehessen ezt az egészet pusztítani, illetve obszidiánok is. Tehát ezeket te nem fogod szétütögetni, hogy farmot csinálj belőle. És innen belülről ugyanúgy fel lehet jutni a tetejére, mint ahogy látjátok. Tehát semmi nehézség nincsen, azon kívül, hogy egyébként ezek tökre lazán megölnének titeket. És itt is megkapjuk az OP cuccokat. Például ennél a bastán nem is értem, hogy miért csak ilyen gyengét adott. Meg ennél a Netherite pickaxenél is. Itt is vannak azért tényleg elég hasznos cuccok. Ocean Ruin. 500 blokkra van innen, nézzük is meg. Nyilván nem mindegyiket fogjuk megnézni ezekből a structure-ökből. Néhányat, hogy azért lehessen látni azt, hogy játékon belül hogyan is néznek ki. Ugye nyilván erről lehet tudni, hogy ez egy nem nagy structure. És hogyha itt kiütjük a blokkokat, akkor valahol kéne legyen ugye értemszerűen egy láda, ami itt is van és látjátok, hogy itt sem maradnak ki ezek a brutális cuccok. Itt már kapunk egy Eye of Endert is. Haste 5. Az mondjuk kemény. Oké, okay, csak 30 másodpercre kapod meg. De hát akkor is, meg ez a crossbow is. Azért nem semmi. És ugye például a village és egy structure számít. Azonban, mint ahogy látjátok, a village-eket egyáltalán nem változtatja meg. Tehát tényleg semmi változás nincs a falukban. Ráadásul még a cseszteket sem változtatja meg. Tehát mint ahogy látjátok, itt csak ilyen full random village loot van. Pedig ez is ö, valamilyen szinten structure számít, úgyhogy nem is értem, hogy igazából itt miért nem történik változás. Mondjuk lehet, hogy azért, mert ebből tényleg rengeteget lehet találni. Na mindegy, menjünk tovább. Hajóroncs, ami 100 blokkra van innen. Itt van szépen alattunk, már az arany blokkokat igazából lehetett látni fölülről szerintem. Itt vannak kirakva még gyémánt blokkok. Természetesen a ládát itt sem hagyták ki. Itt is van. Let's go! Hát igen, a szokásos eszközök. Mondjuk ilyen tridentet én még nem láttam soha. De ezzel azért úgy szerintem szívesen játszana bárki. Menjünk és át szépen a nedőrbe, ugyanis itt is vannak ám érdekes dolgok. Egy fortress mutatok nektek, illetve egy bestönt. 160 blokkra volt tőlünk. Hát igen, ez mondjuk tényleg nem egy megszokott fortress mint ahogy látjátok, tel is tele van gyémántal, illetve emeráldal, tehát ezt tényleg több száz blokkról észre tudod venni, nyilván, hogyha a látótávod elég magasan van, ez biztos, hogy nem fog beleolvadni a környezetbe. Tehát ha szeretnél gyémántot szerezni, akkor csak le kell jönni a nedőrbe, aztán itt is vannak ám gyémántok, meg hát emeráldok is, ahogy látjátok, tehát a villagerökkel is, a normális világban azért tudtok kereskedni. Természetesen a mobok azok ugyanúgy megtalálhatóak itt is. Ők biztosan nem fognak eltűnni. Meg hát ugye a spawnerek is e, itt fognak maradni. Csak is kizárólag így a körülötte lévő blokkok változnak meg. Egy elég turba irányba. És akkor a videónak az utolsó része, a Bastion. Nézzük is, itt már látszik valami ebből az egészből. Hát igazából szerintem most elég rossz bestőhöz jöttem, bár nem, itt látszik az oldala. Tehát ez egy katasztrófa így. Konkrétan egy katasztrófa, tehát oké, okay, hogy itt vannak a piglinek, itt vannak a ládáik és ezekből egyébként szerintem a legópébb cuccokat kaphatod. Főleg ilyen dupla ládákból, tehát itt, itt tényleg azért el leszel árasztva ö, bőven cuccokkal. De hogy mondjuk itt kiütsz egy ilyen aranyblokkot vagy kinyitod a ládát, akkor biztos, hogy megdög lesz, nagyon-nagyon könnyen. Mert hát ilyen fény a nedőrben, ez egy kicsit nekem bántja a szemem, vagy nem is tudom. Nem megszokott, inkább így, így fogalmaznék. És mint ahogy a videó elején mondtam, készítettem egy TikTok fiókot, ahol egy nap alatt közel 700-an követtetek be, amit nagyon szépen köszönök. Ide is fogok videókat feltenni, Minecraftosokat, illetve egyéb másokat is, úgyhogy mindenféleképpen kövessetek be. Na jó, köszönöm szépen a figyelmet nektek, hogyha tetszett a videó, jelezzétek egy lájkkal, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok a csatornámon, találkozunk legközelebb, sziasztok!